Több tucat Leopard tankot kaphat Ukrajna, amelyeket 5 éve még Belgiumtól vásárolt meg egy fegyverkereskedő. Tőle azonban egy meg nem nevezett európai ország vett meg 50 német gyártmányú tankot. Azt nem árulták el, hogy melyik országról van szó. Ha Oroszország továbbra is elfoglalja a Fekete-tengert, blokád alá vesz minket és rakétákat indít a kikötőink ellen, akkor Ukrajna ugyanezt teszi. Jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Pár nappal korábban robbanószerekkel felszerelt ukrán tengeri drónok rongáltak meg egy orosz tartályhajót egy orosz kikötő közelében. Eközben legkevesebb 3 ember életét vesztette az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeckben, amelyet az ukrán erők tartanak tűz alatt. A helyi polgármester azt közölte, hogy találatért egy kórházat, egy boltot, egy buszmegállót, valamint lakóövezeteket is. 7 megsebesültek a támadásban. Oroszország közben megerősíti a katonai jelenlétét a nyugati határain, válaszul a finn NATO csatlakozásra. És már is köszöntjük Szent Iványi Istvánt, külpolitikai szakértőt, egyrészt másrészt az ellenzék korábbi külügyi kabinetjének vezetőjét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Majd erről is beszélünk, amiről szólt a bejátszás, mert azért lesz időnk a második részben bőven, de azért előjáróban hadd kérdezzek rá arra, hogy azt írja Csuha Ildikó abban a cikkben, amit az atv.hu-ra írt tegnap, hogy Novák Katalin azért várt ennyi ideig, mondjuk a kormányzat szerint 3 hónapig, mert hogy hosszabbra nyúlt ügymenet oka az, hogy az ukrán elnök Zelenszky hónapok óta nem elérhető Novák Katalin számára. Ezek szerint a magyar államfő az ukrán elnököt rendszeresen próbálja hívni azért, hogy a magyar külpolitikai törekvéseket ezek szerint megtámogassa. Ez nekem egy új hír, egyébként nem 3 hónap, hanem majdnem 6 hónap, hiszen már márciusban beadták a befogadási kérelmét az ukrán nagykövetnek. Nézze, hogyha az éves költségvetés tud 3 éves lenni, akkor tulajdonképpen így. Igen, tehát ezzel most ne kukacoskodjunk az, hogy ez nem 3 hónap. Igen. De a lényeg az, hogy ez nekem teljesen új, hogy ő próbálja elérni Zelenszkyt, hiszen a magyar politikusok nem nagyon igyekeztek idáig kapcsolatba lépni Zelenszkijjel. Ha ez igaz, és mégsem fogadták igazából, akkor ezért ez összefügghet azzal, hogy Zelenszky nem Novák Katalint tekinti igazából a partnerének, hiszen úgy gondolja, hogy nem Novák Katalin Magyarországon a legmeghatározóbb politikus, hanem Orbán Viktor, és talán arra várt, mert hiszen ukrán részről azt lehet hallani, hogy ők Orbán Viktort meghívták, és őt várják igazából. De meghívták Novák Katalint is, biztos, hogy sikerült a kapcsolat, mert különben nem utazna Ukrajnába, ugye tudjuk, hogy augusztus 23-án ott lesz, és találkozni fog Zelenszkijjel is. Tehát nem hiszem, hogy ez lett volna az oka. Én azt gondolom, hogy az az oka, hogy jelezni akarta a magyar kormány, hogy a kapcsolatok elég hűvösek. Ugye ez a diplomáciában szokásos jelzés, hogyha valakinek nem adják meg, vagy hosszan adják meg a jelzést, hogy hozzan adják meg az engedélyt a nagykövetnek, hogy valami nincs rendben. Ugye a két ország között a kapcsolat rossz, vagy az illető személyével van probléma. Ugye mi is, nálunk is van egy ilyen ügy, Bencsik János volt jobbikos képviselőnek az ügye, aki torontói főkonzulnak jelöltek most már több mint 1,5 éve, és hát a kanadai hatóságok ott nem a magyar állam miatt, hanem esve a Bencsik János korábbi szélsőséges kijelentései miatt nem adták meg a befogadó nyilatkozatot. Na jó, de minden jó, ha a vége jó, és akkor igen, végül is most aláírta Novák Katalin. És ugye ma reggel már többször beszéltünk Gyopárossal pár kormánybiztos kommentjéről, de eddig politikusokat kérdeztünk, most azért szerintem ön kevésbé elfogult véleményt tud erről mondani, hogy ezt hova kell rakni, amikor úgy reagált Fegyi Sándorra, hogy ezek szerint nem magyar az ember. Hát én ennek a politikai jelentőséget nem túloznám el, mert ez nem nagy, viszont hát ez egy rendkívül kulturálatlan, civilizálatlan és megalapozatlan kijelentés. Egy olyan emberről van szó, egyébként valóban félig magyar, félig ukrán, ezt soha nem titkolta, de a magyarságát teljes egészében vállalja. Minden nemzeti ünnepünkre a bajtársaival együtt egy kis videót szokott küldeni, köszönti Magyarországot október 23-án, augusztus 20-án minden ünnepen, mindig kint van rajta magyar zászló. Is.
Magyar és az ukrán, igen, mind a kettő, de azt, hogy a magyar zászló is ott van az egyenruháján, és egyébként ő egy az egész világon ismert, népszerű ember, mert hiszen ő volt az úgynevezett laptopos tanár, akiről tudjuk, hogy elsőként volt be önkéntesként a frontra, és a frontról, a lövész árokból tartotta meg az óráit. Ez még a New York Times-ban is egy külön cikket érdemelt ez a dolog, mert ez annyira különleges volt. És hát egy olyan ember, aki nagyon sokat tehet a két ország kapcsolataiért, tehát nem kéne sértegetni. Butaság megsérteni az, hogy akkor ez nem is magyar. Ráadásul ugye nincsen kötelezettség, hogy magyar legyen. Annak mi örülhetünk, hogy ő félig magyar, és nagyon vállalja ezt a magyarságát. Most azon kukacoskodni, hogy nem is igazából magyar, ez nagyon rossz dolog. Rám után akkor folytatjuk innen, pár perc múlva. Láttuk a felvezetőben még az előző blokk elején, hogy ugye Leopard 1-es tankokkal igyekszik segíteni a nyugat, vagy egyes országok Ukrajnának. Augusztus 8-án Zelenszkij adott egy interjút, amelyben arról beszélt, hogy a nyugati szövetségeseknek kezdenek irreális elvárásaik lenni az ellentámadás kapcsán, ugye, és egyre nagyobb nyomás nehezedik Ukrajnára ezen tárgykönyvben, amely oda vezet, hogy sokszor már azt várják Ukrajnát, hogy azonnal kezdjék meg a béketárgyalásokat, de területi engedmények árán. Milyen helyzetben van az ukrán elnök ebben a szituációban, hiszen azért látjuk, hogy a fegyverek mennek? Igen, a nyugat elkötelezett abban, hogy fegyverrel addig támogatja Ukrajnát, ameddig az ukránok harcolni akarnak. Tehát ebben nincs változás, most ugye új hír az, hogy páncélosokat is fognak kapni, igaz, hogy Leopard 1-eseket, ezek nem a legmodernebb páncélosok, de ezeket modernizálják még mielőtt átadnák, és azért ez 50-60 új páncélost jelent, ez nagyjából pótolja Ukrajna veszteségeit. Az ellentámadás során elég sok veszteség érte Ukrajnát. Három fronton zajlik. Jelenleg három fő front szakasz van, és egyik front szakaszon védekezésre kényszerül most Ukrajna. Tehát ez egy új fejlemény, hogy északon Kupjansznál és Harkiv megyében az oroszok egy ellentámadást indítottak, és Zaporozsia megyében is csoportosítanak át erőket, éppen ezért tűnik úgy, hogy most a Nyeperen egy átkeltett csoport, és talán ott próbálnak előre nyomulni az ukránok. Tehát támogatni fogják őket. Kapnak két új Patriot üteget, ez éppen tegnap jelentették be a németektől. Tehát ebben nincs változás. Abban viszont van, és erről már, bocsánat, itt önöknél is beszéltünk, hogy azért már megjelenik a radar képernyőn az, hogy mindenki készül arra, hogy itt valamiféle lezárása kell történjen az év vége felé ennek a történetnek. Erről beszél Zelenszkij is, hogy megfogalmazódik az, hogy gondolkodjunk el a béke feltételeiről. Erről szólt az a dzsiddai békekonferencia is. Ami hát ahol azt mondja Zelenszkij, bocsánat, hogy ugye azonnal meg kell büntetni a háborús bűnösöket, igen, tehát ez az egyik feltétele, hogy leüljenek tárgyalni, a másik, hogy vonuljanak ki az oroszok. Az oroszok azt mondják, hogy Ukrajna haladéktalanul tegye le a fegyvert. Egyelőre nagyon messze vannak a tárgyalási álláspontok, de itt azért annak volt jelentősége, hogy Dzsiddában jelen voltak azok is, akik Oroszország számára nagyon fontos partnerek, és komoly befolyásuk lehet Oroszországra, gondolok itt elsősorban Kínára, de ugyanúgy Indiára is, Brazília, Dél-Afrika, Törökország is, és ők is egyetértettek abban, hogy a nemzetközi jog alapján kell rendezni. Ugye a nemzetközi jog az egyértelműen Ukrajna mellett van, mert a nemzetközi jog az tiltja a fegyveres agressziót és a terület. Tehát majd meglátjuk. Tehát a nyomás az nehezedni fog mind az orosz vezetésre, mind az ukrán vezetésre is, ez tény, hogy valahogy zárják le. Most Zelenszkij azt mondta, hogy irreális elvárásaik vannak a nyugatiaknak, valóban volt egy olyan várakozás, de ezt maga Ukrajna is keltette, hogy itt a tavaszi, eredetileg tavaszra tervezett, aztán nyári offenzíva, az nagyon jelentős területeket fog tudni visszaszerezni. És két hónapja tart már az offenzíva is, hát nagyon minimális, 2-300 négyzetkilométernyi területet szerzett vissza Ukrajna, és nem tudjuk, hogy az ősz végéig, ameddig egyáltalán folytatható ez, mert utána az időjárás ezt megnehezíti, addig lesz-e lényeges áttörés. Márpedig a béketárgyalásoknál azért valamilyen szempontból számítani fog, hogy hol tartanak az erők. Erre a hullámra ült rá a magyar kormány, az újabb Kis Bogdán. Várjál, még előtte egy dolgot kérdeznék, és utána Bogdánnal folytassuk. De jó? Tényleg? Tényleg, jó. Azt nem hagyjuk, igen. Jó. Hogy ez a nyomás, ami az ukránokra, amit az ukránok éreznek, az amerikai részről mekkora lehet?
Már amerikai részről is érzékelhető, nem a jelenlegi adminisztráció, hanem a republikánus vezetők részéről, tehát onnan már azért érkeznek ilyen jelzések, hogy ők lényegesen csökkentenék a támogatást, és szeretnék, hogyha... De ez végül is lehet, hogy visszhangra lel egy idő után az amerikai közvéleményben, és Bidennek az esélyét meg nem növeli. Így van, tehát a demokraták számára is fontos, hogy a választási kampány idején, tehát ugye február elején indul be a nagy kampány a szuperkeddel, már ne ez legyen a fő téma. Tehát ez nekik is kellemetlen, ha az arról szól, hogy ők milyen mértékben támogatták Ukrajnát, és hát az mennyit hozott, mert még egyelőre nem hozott olyan sokat a fronton. Tehát ők is azt szeretnék, hogy addigra valahogy a dolog rendeződjön. Ezért mondom én ezt már jó ide, hogy szerintem az évvége felé valaminek történnie kell, és ez az intenzitás meg fog szűnni. Tehát ezt érzékelik az ukrán vezetők is, ugyanakkor meg azt is érzékelik, hogy az oroszoknak nagyon hosszú idő állt rendelkezésre, hogy megerődítsék a vonalaikat, és tényleg rendkívül nehéz áttörni. Van olyan frontszakasz, ahol jelezték, hogy négyzetméterenként 3-4 akna van telepítve, szinte áthatolhatatlan aknamezők vannak, amik hát nagyon nagy veszteségekkel hatolhatók csak át, ezt inkább nem vállalják be, hanem most egyelőre megpróbálják távolról aprítani és fölörölni, hát meglátjuk milyen sikerrel. Bogdan. Igen, de ezt te mutattad. Én mondjam. Szóval, hogy én olvastam erről a videóról, ez egy a kormány által közzétett YouTube videó, nem tudom, hogy ön látta-e. Nekem is csak egy leíratát olvastam, mert úgy látszik, most kevesebbet YouTube-ozok, és egészen megdöbbentő, nagyon röviden tartalmilag annyiban lehet összefoglalni, hogy egy percben mutatja be, hogy a háború milyen pusztítást okoz. Egy kisfiú történetén keresztül ő, Bogdán, aki boldogan él otthon a családjával, átlagos kisfiúk életét éli, míg nem a háború elindul, az édesapja megy a háborúba, besorozzák, életét veszti a fronton, az ő lakóházát is egy bomba eltalálja, menekülni kényszerül, menekült szálláson kényszerül élni, és mindez azt mutatja, hogy a háború milyen rossz, és itt az ideje a békének. Csak egy dolog nem derül ki, hogy ez milyen háború. Hát erről van szó. Ez mennyire hathat? Hát egy ilyen film. Tehát, hogy nem derül ki, hogy ukránok, oroszok, ki támad, kire, ki védekezik, ki az agresszor. Hát ez a kormányzati narratívában nagyon jól illeszkedik, hogy mi a háborút elítéljük, nem mondjuk meg, hogy ki az agresszor, ki felelős azért, hogy Bogdánnak nincs már édesapja és menekülni kényszerül. Tehát valóban ezek rettenetes dolgok, de akkor a felelőst meg kell nevezni, és azt kell felszólítani arra, hogy hagyja abba, amit előidézett. Most a magyar kormány az úgy tesz, mintha itt nem lenne felelőssége, vagy nem lenne tettes és áldozat, hanem hogy összemossa. Hogy csúnya dolog ez, hagyjuk abba. Ugye ez olyan, mintha valaki mondjuk 1943-ban azt mondta volna, hogy hagyjuk abba ezt a csúnya háborút, mert olyan sokan meghalnak, maradjon minden úgy, ahogy most van, és akkor legyen végre béke, meg tűz. És akkor marad Hitler, marad egész Európa Németország megszállása alatt, mert valóban 43-ban is még nagyon szörnyű volt a háború, és nagyon sok embert megöltek, és milyen jó lett volna a véget, nem lett volna jó. Be kellett fejezni, tehát nagyon helyesen döntöttek éppen 1943-ban teheráni találkozón, hogy már nem lesz külön béke, hanem végig csinálják a felek, annak ellenére még nagyon-nagyon sok ember halt meg. Például a német áldozatoknak több, mint a fele a háború utolsó évében halt meg, ugye Németországban akkor került igazából a háború, de végigcsinált, tehát nem lehet abba hagyni ott, ahol az agresszor győzött, mert az megerősíti, az, vagy az agresszornak... Jó, de és akkor most vissza is értünk a béketárgyalások feltételeihez. Igen. Annak nincs realitása, hogy valamekkora területvesztést Ukrajna ne kell ilyen, hogy elszenvedjen, nem? Hát ezt most már én is így gondolom. Sokáig abban reménykedtem, hogy talán sikerül, mert én is hittem abban, hogy az áttörés az egy könnyebb és egyre gyorsabb lesz, és átütőbb lesz. Most már azt gondolom, hogy a béketárgyalásokra nyilván valamiféle területvesztességet el kell szenvednie. Leginkább én azt tartom valószínűleg, amit Kissinger már egy évvel ezelőtt javasolt, hogy vonuljanak vissza az orosz csapatok a február 24-e előtti területekre, és kezdődjön meg ott egy tárgyalás, és akkor úgy egyezzenek meg, hogy a Krím marad Oroszország része, és a Donbász pedig visszakerül Ukrajnához. Tehát ez a... De ez egy nagy presztízsveszteség lenne az oroszoknak. Ez az oroszoknak is nagy presztízsveszteség, de nyilván Zelenszkijnek sem könnyű elfogadni. Hiszen a lakosság 80-85%-a azt mondja, hogy vissza kell foglalni mindent, mert az a miénk. És nem lehet hagyni, hogy az agresszor nyerjen bármit is, de hát sajnos a realitások sokszor ezt felülírják. Hát mondjuk azt, hogy a fehér-orosz-lengyel konfliktusról ma még nem beszéltünk, de ugye 2000 katonát vezényeltek Varsó által ugye a fehér-orosz határa. Ez a konfliktus, ez hova vezethet?
Hát reméljük, hogy csak eddig tart, és nem tovább. Ugye ezt az robbantotta ki, hogy Lukasenko elkezdett fenyegetőzni, hogy a Wagner katonák majd átszivárognak, és átcsapnak, és ott diverzás akciókat folytatnak Lengyelországban, illetve Litvániában. Litvánia is mozgósított egyébként, mert ugye az arra határa is. Tehát itt lehet egy olyan célkitűzés, nem is azt mondom, hogy Lukasenko, hanem inkább Putyin részéről, hogy kavarja a dolgokat, tehát hogy máshol is zavart keltsen, és ugye a Wagnerre lehet azt mondani, hogy neki semmi köze hozzá, az egy magánhadsereg, tehát ez nem Oroszország támadása, hanem egy magánhadsereg. De hát ez vicc, mert mindenki tudja, hogy ez valójában most is ők mozgatják. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.